Gyerünk, gyerünk! Még sok dolgunk van most. 2436-os, ne lazsálj! Induljon az alánkreakció. Termeljük az áramot! Hallottátok? Hallottátok, Rudina, megy az öreg. Ja, az a 2453-as. Hát ilyen, rólam beszélnek. Én vagyok az öreg. A 2453-as fűtőelem. Üdv a reaktorból. Ők még fiatalok és erősek. Persze bennem is van még spiritus, de ehhez a melóhoz már nem elég. Most jön a jól megérdemelt pihenés, ami azért az én esetemben nem annyira egyszerű. Mert ugyan kiégtem, de azért még mindig sugárzó formában vagyok. De hogy megértsétek, mire gondolok, mesélek egy kicsit magamról. Urán izotópokból és azok bomlás termékeiből állok. Alkotó elemeim egyidősek a Földdel. 4,6 milliárd év. Micsoda évek voltak. Aztán megjelentetek ti emberek, és a fejlődésetek során egyre több energiára volt szükségetek. A 20. században hosszas kutatások és kísérletezések után megalkottátok az atomerőművet, és persze engem, a fűtőelemet. Nem sokára akkora siker lettem, hogy szinte minden magát valamire tartó ország velem akart elektromos áramot termelni. Nem csodálom, hiszen az atomenergia az egyik legtisztább energia. Itt aztán nincs füst, korom, üvegházhatású gáz. Ez meg mi? Hé, hová visznek? Azt hiszem, elkezdődött a nyugdíjam. Hú, nem is olyan rossz. Jól kezdődnek idős éveim. Wellness-szel. Itt legalább hűsölhetek. Erre szükség is van, mivel még mindig sok hőt termelek. Hát igen, nehéz a munkától visszavonulni. Főleg, ha az embernek, akarom mondani a fűtőelemnek, szenvedélye az energiatermelés. Képzeljétek el, egyik nap azt hallottam, hogy akár 5 évig is itt lubickolhatok. Még jó, hogy itt biztonságban vagyok. Fölöttem 10 méter víz, körülöttem vastag betonfalak, beszélgető társak. Na, mit szóltok az új helyemhez? Az az igazság, hogy jobb is, hogy áthoztak ide, mert kissé már untam a fürdőzést. Azt csak halkan jegyzem meg, hogy a társaság is elég unalmas volt. Még azt sem bántam, hogy beraktak egy vaskos, mogorva konténerbe, és vonaton átutaztattak ide a KKAT-ba. Ja persze, ti valószínűleg nem is tudjátok, mi az a KKAT. Kiégett kazetták átmeneti tárolója. Hát nem egyértelmű. Itt a magamfajta vénségek mintegy 50 évet töltenek el léghűtéses lakosztályaikban. De persze addig maradok itt, amíg a szakik meg nem találják a végleges otthonomat. Hallottát? Agyakkövet találtak idehaza. Lehet, hogy költözünk? Mi az? Már le is telt az 50 év? Mi ez a zaj? Ébredj, öreg! Úgy néz ki, megtalálták leendő otthonunkat. Tudjátok, nem hiába lelkesedünk ennyire. Mi kiégett fűtőelemek, úgynevezett nagy aktivitású radioaktív hulladéknak számítunk. Ez azt jelenti, hogy némelyikünk még 100 000 év múlva is veszélyt jelentene az élővilágra, na is persze az emberre. A mi sugárzásunkat csak az idő csillapítja. Amikor elveszítjük sugárzásunk felét, na, az a felezési időnk. Éppen ezért jó hírt nekünk, és persze nektek is, ez az agyakkő dolog. Még a pihentető medencében hallottam, hogy nem csak mi kerülünk oda, hanem a reaktor egyes része is, ha majd egyszer valamikor lejár a szolgálati idejük, és szétszerelik őket. Persze, ez nem holnap lesz. És mi sem holnap megyünk a végleges tárolóba. Rengeteg kutatást kell még ott végezni. Az ember, illetve fűtőelem nem is gondolná, hogy akár 50 év is eltelhet, mire az első nagy aktivitású hulladék a végleges tárolóba kerül. Itt nem lehet tévedni. Biztosra kell menni. Megkérdezhetitek, hogyan lehet ilyen hosszú távra tervezni, hiszen néha még az sem biztos, ami holnap lesz. Őszintén állíthatom nektek, hogy bizony ez a tervezők legnagyobb kihívása. Na, itt jönnek képbe az én vadon élő rokonaim. Ők csak úgy hobbiból sugároznak.
ha hiszitek, hanem a természet is létrehozott atomreaktort. Ilyen például a gaboni oklóreaktor, ahol spontán láncreakció indult meg. Azt tapasztalták, hogy a keletkezett radioaktív anyagok közvetlenül a természetes reaktoron belül maradnak, vagyis létezik olyan kőzet, amelyik akár bennünket is biztonságosan magában tarthat. Ebben a kanadai Cigar Lake példája is megerősít, ahol a tavak alatt elhelyezkedő agyagköpeny a sugárzó anyagokat évmilliókig elzárta az élő környezettől. Mindez azért fontos, mert úgy néz ki, hogy a magyar kutatók által vizsgált agyagkő is alkalmas lehet nekünk végleges lakhelyül hosszú-hosszú évekre. Aztán itt van ugye a réz. Azt mondják, minket is réztartályban helyeznek el. Nos, ez megnyugtató. Hallottatok már a Váza nevű hajóról? Hát az a hajó az első útján 1628-ban elsüllyedt a réz ágyúival együtt. Az egészben számomra csak az az érdekes, hogy a rézágyúk majdnem 400 év sós vízben töltött idő után szinte kifogástalan állapotban kerültek felszínre. Vagyis a megfelelő vastagságú réztartály tökéletes kis pihenőhely lenne nekünk. Ezek a példák is megmutatják, hogy alkalmas befogadó kőzetben korszerű technológiát alkalmazva nagyon-nagyon hosszú időre biztonságosan el lehet minket zárni az élővilágtól. Én itt is elhűsölgetek, de azért egy állandó otthon, az lenne az igazi. Azt rebesgetik itt az átmeneti tárolóban, hogy az áttelepítésünk egy álomutazás lesz. Zárt rendszerben, biztonságos technológiával, senkit nem veszélyeztetve szállítanak minket a végleges tárolóba. Csendesen. Csendesebben már így nem lehet átmenetileg tárolódni. Jó, mindjárt befejezem. Szóval még csak annyit, hogy remélem most már értitek, hogy nem is olyan egyszerű minket kiégett fűtőelemeket elszállásolni. Csendesen. Látom, itt mindenki zavartalanul szeretne hűsölni. Na jó, én is pihenek egy kicsit. Ha többet szeretnél tudni a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezéséről, látogass meg bennünket.